Mehetünk, gyerekek. A kapun átlépés egy nagyon fontos szabály, amivel a kutya tudja majd, hogy hol az ő helye a családi, a falka rang sorában. Ahogy láttátok, nálunk kimennek először a gyerekek, aztán utána természetesen kimennek a felnőttek, és utána jönnek a kutyák. Nem azért, mert vezényszót mondtam, hogy maradj, nem szabad, nem rángattam őket, hanem azért, mert megadták a tiszteletet, hogy a falka rangsorban előrébb lévők mehetnek ki először, és csak utána ők. Na, megyünk a sétára. A kapun átlépés szabálya, amit még el szoktak felejteni a gazdik, az nem csak kifelé működik, hanem befelé is. Ez azt jelenti, hogy miután leraktam a kicsit, meg is tudom mutatni nektek. Miután mi kinyitjuk az ajtót, természetesen nem a kutyák az elsők, akik bemennek. És nem azért, mert vezényszóval visszatartom őket, hanem azért, mert tudják, hogy a tiszteletet meg kell adni azoknak, akik két lábúak ebben a kutyába jöhetnek. Természetesen a felnőttek is bemennek, és akkor a behívás az viszont már megtörténik, hogy gyertek! Azaz. Így lehet kialakítani azt bennük, hogy becsukhat egy kicsim az ajtót, hogy ne legyen természetes az, hogy van otthonuk, hanem érezzék, hogy itt azért van egy szállásadójuk is. Van egy szakácsuk, van egy testőrük, van játszópajtásuk. És közben azt látjátok, hogy árnyék még azt is meg tudja oldani, hogy az esőhordóból igyon, ahelyett, hogy megvárnám, hogy a tiszta vizet a tányérjába rakom.